Lezárult a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Liceumba való beiratkozási szándékot jelző aláírásgyűjtés. A listákat átadták a pápai nagykövetnek a szülők, akik abban bíznak, hogy az oktatási tárcavezetőt jobb belátásra bírja a nuncius. Ezzel párhuzamosan a Maros megyei főtanfelügyelő felszólította a szülőket, írassák be gyerekeiket egy akkreditált tanintézménybe. A Római Katolikus Teológiai Liceum szülői csoportja hétfőn tájékoztatta híradónkat arról, hogy egy minisztériumi átirat értelmében, ami a nuncius, azaz a Vatikán romániai képviselőjének a beadványára érkezett, ismét indulhatnak cikluskezdő osztályok. A feltétel az volt, hogy legyen igény is ezeknek az osztályoknak az indítására. Az előkészítő osztályba összegyűlt a szükséges diák létszám, az 5. és a 3-9. Viszont alig néhány igénylői aláírás hiányzott. Ma személyesen átadtuk a 111 igénylő kérést a nunciusnak, a pápai nagykövetnek, mint szülői szülők. A nuncius továbbította a tanügyminisztériumnak, az információt, ahogy kapjuk, úgy mi is továbbítjuk önöknek. A nunciusnak nem csak szívügy az iskola, hanem tesz is a Római Katolikus Iskola diákja jövőjéért. A megyei főtanfelügyelőt is megkérdeztük az ügy kapcsán. Joan Macarie híradónknak azt nyilatkozta, a szaktárca semmiféle átiratot nem adott ki arra vonatkozóan, hogy amennyiben van igény rá, újraindulhatnak a ciklus kezdő osztályok. Hallottam, hogy létezne egy ilyen átirat, és hogy valahol az utcán egy sátor alatt gyűjtik az aláírásokat. Ez egy országos premier. Én úgy tudom, hogy a diákok a szüleikkel együtt az iskola épületében kellene beiratkozzanak. Én nem kaptam meg ezt az átiratot. Kértem az oktatási tárcától. A miniszter világosan elmondta, a szaktárca nem bocsátott ki egy ilyen átiratot. Így 362 diák továbbra sem tudja, hogy hol kezdi majd a tanévet. A főtanfelügyelő továbbá arra kéri az érintett diákok szüleit, mielőbb írassák be gyerekeiket más iskolába. Ellenkező esetben szeptember 11-én jogilag nem lesz, ahol elkezdjék a 2017-2018-as tanévet.